Sok szeretettel köszöntjük a mai hitköznapok hallgatóit, nézőit, és sok szeretettel köszöntöm Borbé Józsefet, aki pedig a hitköznapok vendége a mai nappal. Szervusz Csilla, köszöntöm a kedves hallgatókat is. És ugye egy érdekes témát fogunk boncolgatni ma, hogyan működik a varázslás és az igézés napjainkban. Ugye erre próbáljuk megtalálni a választ ebben az órában. Te mennyire érzed ezt aktuálisnak, ezt a témát? Hát ez mindig aktuális. Az a helyzet, hogy ez már a Teremtés könyvében benne volt, hogy a kígyó megcsalta Évát, az már az igézésnek a kategóriája volt, ott már ott elindult a varázslás, igézés. És hát ettel lehet érni most is, hogy hogyan működik, és hát maga Pál is mondja a Korintus levélben, hogy hogy félek, hogy amiképpen a kígyó megcsalta az Évát, aképpen a ti gondolataitok is megcsalattatnak, majd talán idézem pontosan, azaz ez nincs olyan nap alatt, ez működik most is, és ehhez kreálnak mindenféle témákat, ügyeket, és ezek az ügyek apropóján az ördög megpróbálja az embereket kiszakítani a helyükről, és a kapcsolatrendszerüket tönkretenni, a bizalmat aláásni. Úgyhogy így működik a varázslás most jelenleg. Szóval mindenféle ügyek vannak. Igen. Ezt a két kifejezést egy picit boncolgassuk, mert szerintem azért vannak, akiknek ez nem feltétlen érthet, hogy mi az, hogy varázslás, mi az, hogy igézés, és hogy jön ez a mi modern közegünkbe. Hát ugye először is mindjárt rátérek, jó, mondjuk az igézés kérdésére, az eredeti kifejezésre, de hogy miért van ez igazából? Mire való maga az igézés, meg a varázslásnak? Mi a célja? Ez a nagy kérdés. Ugye a Bibliában a nem kérdés, hogy minden áldás, jó ajándék a mennyből száll alá, Istennek a jelenlétéből jön az emberek életére. És a Bibliában a 133. Zsoltár egyértelművé teszi, hogy oda küld áldást az Úr, és életet, és íme milyen jó, eredetében ugye a tov szó szerepel, mennyire milyen jó, hasznos, áldott, termékeny, és milyen gyönyörűséges, azaz tényleg örömteli gyönyörűséget, gyönyör, amikor együtt lakoznak az atyafiak, egységben, eredetében úgy is lehet folytani, hogy egységben leülnek az atyafiak, az közösségbe összegyűlnek, és akkor elmondja, hogy akkor jön a kenet föntről, illetve hát jön a Hermon harmatja, ami megáldja a földet, azaz az egység a közösségben adja Isten az áldásokat. És hát a eredeti szövegben nincs benne, hogy csak oda küld áldást az Úr, de egyébként így fordította le a Károli Gáspár, hogy csak oda küld áldást az Úr. És ez eredetiben nincsen? Nincsen benne csak szó, hanem az van, hogy oda küld áldást az Úr. De ez bizt akkor is tudjuk nagyon jól, hogy a közösség, hogyha Isten akarata szerint működik, ugye hát az egyház is közösség, az elhívottaknak a népgyűlése, kihívottak népgyűlése, népgyűlésről van szó. Maga az eklézia szó azt jelenti, hogy népgyűlés. Azaz nem egyéni ügyről van szó, hanem közösségi ügyről van szó. De most amikor az emberek összegyűlnek Isten akarata szerint ószövetségben szabbatolni például, és ugye szabbaton is szent gyülekezésetek legyen nektek. Azaz egy egyértelmű parancsa volt Istennek a gyülekezés, hogy közösségben legyenek az emberek. Na, oda küld áldást az Úr. Ott van növekedés, ott van szaporodás, ott van olyan áldás és öröm, amit az Isten az embereknek ad. Na most a varázslás igézésnek a célja pontosan ennek az elvétele, ennek a megrontása. Hogy az összetartozó dolgokat, amik az Istentől egy helyre vannak terelve, össze vannak hozva, kapcsolatok, kapcsolatrendszerek, szolgálatok, gyülekezetek, ezeket akarja megbontani, és ehhez használ ürügy eseményeket, mondjuk oltás ellenesség, vagy oltás, vagy mondjuk az ukrajnai háborúról való vélemény, hogy most akkor ki az agresszor, ki nem az agresszor. Tehát mindig talál hozzá az ellenséget témát. Így van. Vagy mondjuk a politikai hovatartozás, most valaki baloldali, jobboldali, ezek, vagy, és akkor kreálnak ügyeket, mindenféle ügyeket, vagy kinek meg milyen autója van, vagy nincs autója, vagy miért van neki sapka a fején, vagy miért nincsen sapka. Teljesen mindegy, ugye a vicc pontosan erről szól, hogy teljesen mindegy, hogy most van-e sapka, vagy nincs sapka, a lényeg az, hogy adj kapjon egy pofont. Szóval körülbelül így néz ki a varázslás, és az igézéshez jönnek ügyek, amiket felhasznál az ördög arra, hogy az összetartozó embereket
egymáshoz tartozó, és nem véletlenül tartoznak egymáshoz, ezt nem maguk találták ki, hanem Istentől egymás mellé rendelt embereket elszakítsák ebből a kapcsolatrendszerből, mert az ördög is nagyon jól tudja, hogy oda küld áldást az Úr, hogy egységben együtt lakoznak az atyafiak. Ott van növekedés, ott van szaporodás, ott van prosperálás, ott van az a édes öröm, édes bizalom, ami a közösségben, ha működik. Az és egészen, tényleg egység van. Igen, az egészen elképesztő, és nagyon nagy, nagyon nagy örömöt tud okozni az ember számára, hogy testvérekkel egységben tud lenni, és nem kell félni a másiktól, hogy esetleg mikor fogja hátba szúrni, hanem tényleg bizalommal tudnak együtt lenni. 55-ös Zsoltár mondja, hogy együtt lakoztunk, és mentünk édes bizalomban föl a templomba, mondja a Zsoltáros. És ezt a bizalmat, ezt az édes bizalmat és egységet akarja az ördög tönkretenni a varázslással, itt a igézéssel, és igazából ez egy fontos dolog, hogy az ember megértse, hogy erre való az igézés, erre való a varázslás. Ugye a Galata levélben van erről szó, mondja a Galata 3.1-ben, hogy ostoba Galácia beliek, ugye szépen beszélt velük a Pál apostol, kicsoda igézett meg benneteket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Az eredeti vagy az ostoba szónál olyan szó szerepel, ami azt jelenti, hogy nincs, a szellemi értelme nem működik valakinek, vagy nincs neki. Nusz, az a nusz szó szerepel, hogy nusz nélküliek, szív nélküli. Nem működik benne a szellemi értelem, ez az ostobaság. Az igézetnél, meg talán fel is olvasom a Szent Pál Akadémia fordításban nagyon, nagyon jó magyarázó fordítás van. Kicsit igézett meg benneteket, ugye ott az igézett szónál azt mondja, a baszkaino szó szerepel, aminek a jelentése rágalmaz, meghazudtól, irigyel, ellenérzéssel van valaki irányában, illetve elbűvöl, elvarázsol valakit, vagy beszéddel, érzelmekkel történő negatív nyomásgyakorlást, szellemi, érzelmi manipulációt is jelent, amely által elhomályosul az ember szellemi látása, belátó képessége. Egyes nyelvesek szerint ebből a tőből származik a magyar boszorkány szó is, az Újszövetségben pedig szemmelverést fejez ki ugyanez a tő. Azaz olyan fajta rágalmazás, meghazudtolás, ellenérzésnek a kialakításáról van szó, hogy beszéddel történik, és az eredménye az, hogy az embereknek a szellemi felfogó képessége elhomályosodik, és nem látják a valóságot úgy, ahogyan addig látták. És a Galácia beliek nem ilyenek voltak, hanem valaki megigézte őket, és akkor ezért is lettek ugye nusz nélküliek, vagy tehát, hogy ezért tűnt el a látóképesség a szellemükre? Olyan beszédeket fogadtak el, amely beszédek eredményeképpen a szellemi felfogó képességük elromlott. Elromlott. Nem működött rendesen. És ugye úgy mondja utána, szintén a Galata levélben, mondja ott a negyedik részben, hogy hova lett tehát a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek nektek, hogy ti, ha lehetett volna, szemeiteket kiváljván nekem adtátok volna. Azaz nagyon érdekes, hogy a galáciak, amikor hallották az evangéliumot Pál apostoltól, boldogok voltak. Mert boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette meg. Az a kijelentés szellembe behatolt az életükben, megértették a szellemükben, ráeszméltek, hogy a Krisztus, a názereti Jézus a Krisztus, és megtértek az Úrhoz, és boldogok voltak. És itt leírja a Pál, hogy valamiféle testi problémával ment oda, testére meg volt kísértve, és őt nem, mégis úgy fogadták, mint Isten angyalát. Azaz, mint felkent szolgálati ajándékot, Isten küldöttjét fogadták, így fogadták, és azt mondja, hogyha bizonságot teszek rólatok, ha lehetett volna a szemeteket kiválva, nekem adtátok volna. Olyan bizalom volt, olyan szeretet volt Pál irányban. És jöttek valakik, akik elkezdtek beszélni nekik, és emögött igézet volt, és az eredménye mi lett? Ezek az emberek elveszítik a boldogságukat, a Pál apostolra már mint ellenségre néztek, megszűnt a bizalom a felkent szolgálati ajándék irányába, és a Pál apostol azt mondja, hogy félek, hogy elveszítelek benneteket, úgy mondja itt utána, hogy fájdalommal szülek újra benneteket, és jó lenne köztetek lenni, hogy lássam, hogy mi a helyzet, mert látta, bizonytalanságba került, hogy vajon most ezek az emberek megmaradnak keresztények, vagy nem maradnak meg keresztények. Na, így működik az igézés,
És ehhez kreál, mondom, az ördög ügyeket, és teljesen mindegy, hogy az ügy, most akkor mi az ügy, itt nem az ügyet kell nézni, mert az ügyek mindig lesznek, hanem azt kell nézni, hogy az ügy, ennek a magyarázata, illetve annak a tálalása, mit eredményez az embernek az életében, lelkében, szívében, illetve a kapcsolatrendszerében. Hogy megerősíti-e őt a hovatartozásában, az Istentől rendelt helyén, vagy pedig kiszakítja arról a helyről, ahol az Isten az ember behelyezte. Igazából erről szól a történet, és a varázslás is erről szól. Hát hiszen a négy Mózesben is, amikor le van írva a negyedik Mózes könyvében, hogy a Bálák felbérelte Bálámot, hogy átkozza meg Izraelt. Hogy az Izrael szerencsétlen legyen, essen széjjel, stb. És ugye ott mondja a Bálám, hogy nem fog a varázslás Jákobon, se vagy a jövendőmondás Izrael. Azaz ott is olyan negatív beszédet kellett volna kimondani neki szellemi erővel, egy gonosz szellemmel feltöltve, aminek az eredményeképpen hát a Izraelnek a fiai kiesnek Isten akaratából, és elhagyják az Istentől rendelt útjukat, irányukat, majd erről szeretnék beszélni, ha lehet, hogy az irányból kiesnek, elkezd a szekér úgyuk másfele állni. És vannak olyan ügyek... És lehet, hogy egy elsőre nem 180 fokosan fordul meg, de már picit. Fordul ki. Igen, igen. Uh-huh. És vannak olyan ügyek, amik egyáltalán nem is üdvösségi kérdés, nem nagy ügy, csak kis feszültség itt, egy kis feszültség ott. De hát meg kell érteni például a Lót meg az Ábrámnak a sztoriában is. Hát egyáltalán nem egy üdvösségi kérdése volt az, hogy most mi van közöttük a pásztoraik között. Mégis szakadás lett belőle, elszakadt a Lót az Ábrámtól, és nem vesztette el Lót akkor az üdvösségét, vagy nem történt olyan nagy baj, de mégis a szekér ugye másfele állt, és elindult Szodoma fele. Először csak arra fele sátorozott, majd beköltözött, aztán végül oda veszett a gyereke felesége, és a maradék két gyereke is a szívében tovább vitte Szodomát is. Hát tudjuk, hogy milyen szörnyűségek történtek. Azaz nagyon-nagyon döbbenetes mikrodakárokat tud hosszú távon okozni az, hogyha valaki egy ügyet nem jól kezel, és nem fogja föl, hogy itt nem az ügy a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez az esemény engem kipenderít, vagy pedig még szorosabbra tudja az életemben az Istentől rendelt kapcsolatokat fűzni. Mm-hmm. És azt gondolom, olyan időben élünk most benne, az egyház is, gyülekezetek is, hogy össze kell zárnunk. Mert ügyek vannak. Az mindig is lesz. Ügyek azok mindig is lesz. De egyre több van nekem úgy tűnik. És fognak is kreálni, ezen nem kell megdöbbenni. Csinálnak. Ha nincs, akkor csinálnak. Az ördög ilyen ügycsináló, és vannak emberek, akik pedig valami miatt szeretnek ezeken rágódni, rugódozni mindenféle ügyeken, és nem tudnak túllépni rajta. És én, ha valaki egy rossz szellemmel van betöltve, benne van ez a szellem, az igézésnek a szelleme, akkor viszonylag sikeresen tud más embereket is ilyen irányba elfordítani. Úgyhogy az első az, hogy az áldás, a növekedés, prosperitás, illetve az öröm, a gyönyörűséges élet. A boldogság az nem pusztán egyéni kérdés, hanem ez közösségben tud megvalósulni. Ezt mondja a Biblia. És azért ezt tapasztaljuk is, nem? Hát, tehát, hogy egy szál magamba azért nem tudok boldog lenni. Hát nem, persze, mert hát kell valaki, aki meg tudja osztani a szeretetét, meg az áldásait. Hát az valami jó ér, hát az első, hogy felszom a telefont, és akkor vagy a feleségemet elsősorban, de sok esetben barátomat felhívom, és elmondom, te kézzel, mi történt velem. Hát nem ezt mondja Jézus is, hogy amikor az asszony megtalálja a pénzét, amit elvesztett, egyből felkapja a telefont, persze Jézus nem így mondja, de egyből áthívja a szomszédokat, és nem ilyen öröm ért engem, és elmondja. Hát az öröm, a házasság is, meg a kapcsolatok, az egyház is igazából az a hely, az ember az áldásait meg tudja osztani. És ha nem tud az ember megáltani, milyen öröm az, amit nem lehet megosztani? Igen. Hát, ha belegondolsz, elmész egy gyönyörű helyre, de ha ezt nem tudod mással hát megosztani, fotót csinálsz, akkor... szelfiznek az emberek, hogy elküldhessék, hogy hol voltam, igen, mit éltem át, emberek, nézzétek, boldog vagyok. Mitől boldog? Elmondhatja. Ha nem mondhatja el, milyen öröm az, amit nem lát más? Úgyhogy ezért nem véletlenül, hogy szerintem az Ádámnak is Isten azért teremtette Évát, hogy legyen kivel megosztani a szeretetet.
hogy az, ami benne van, amit kapott áldás Istentől, nem csak segítőtárs, az abban kapott segítőtársat, hogy munkát meg az izzadság, segítsen neki lemosni meg az izzadságot, hanem azért kapott segítőtársat többek között, hogy tudjanak együtt örülni, együtt örvendezni, együtt élvezni Istennek az áldásait. Úgyhogy ez az első, amit tudni kell, hogy a kapcsolat, a közösség, amit az Isten az ember életébe adott ajándékba, ezeket akarja szétverni az ördög, és a varázslás igazából erről szól. És az igézés erről szól. Ennek az eszköze ez. Ennek a leleplezésében segítsél. Ugye te is mondtad, hogy ugye egyre jobban megy ki az a cél, ami az embernek van egy célja, egy látása azzal kapcsolatban, hogy Istenhez hogy tud még közelebb kerülni, és ebben így fokozatosan kerül ki erről az útról. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy ugye ha egy békát beledobnak egy forró vízbe, akkor azonnal kiugrik, de hogyha így lassan főzik, akkor meg lehet főzni. És az a kérdés, hogy tudjuk ezt elkerülni, hogy ilyen csapdában elsünk. Igen. Hát ugye az első, amit én mondanék, pont amit a Galata levélből idéztem, hogy amikor az ember elkezdi, elmegy a boldogtalan, az a boldogtalan lesz. Elveszíti a boldogságát. De talán nézzük meg a kettő Korintus 11-ben, ugye ott beszél erről a Pál. Nagyon érdekes. Azt mondja, vaj, ha elszenvednétek tőlem egy kevés balgaságot, sőt, szenvedjetek el engem is, szinte iróniával beszél. Valami ügy volt. Tudjuk a levélből, hogy a Pálnak a tekintélyét, apostolságát kikezdték. És így beszél önmagán, hogy vaj, ha elszenvednétek tőlem egy kevés balgaságot, eredetileg úgy, hogy eltűrnétek, vagy bátran vállalnátok engem, ez az eredeti szöveg így is lehet, vagy bárcsak végighallgatnátok engem, és tűrnétek egy kis balgaságot tőlem, sőt, szenvedjetek el engem is. Úgy látszik, hogy egy ilyen hangulat lehetett, mert isteni buzgossággal buzgok értetek, hiszen eljesztelek titeket egy férfinak, hogy mint szeplőtlen szüzeket állítsalak a Krisztus elé. Az elmondja, hogy az ő munka eredménye, az Isten, az ő szolgálata eredménye az, hogy ezek az emberek el lettek helyezve a názareti Jézus Krisztusnak mindennyasszony. Félek azonban, hogy amiképpen a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként ugyanúgy a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jön, más Jézus prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más szellemet vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. És utána elkezdi mondani, hogy ő se alacsonyabb az apostoloknál, hanem ő is apostol, sőt, hogy mennyit végzett az Úr rajta keresztül. Azaz, lehet látni, hogy mire figyelmeztet más Jézus, más szellem, más evangélium. Na most, amikor valaki igézetet helyez valakire, vagy varázsol valaki, más szellemből fog beszélni. Ennek három eszköz van, vagy a más Jézus, vagy a más evangélium, vagy pedig a más szellem. És amikor valaki más szellemből beszél, annak az eredménye az, hogy az embert megcsalja a sátán, ahogyan az Évát megcsalta a kígyó. Hogy csalta meg? Mi volt az eszköz, a módszertana? Érdemes megnézni. Elképesztő. Mert ez nem változott? Ez ma is így van? Nem változott. Ugye azt mondja, hogy először is oda ment Évához, ugye 1 Mózes 3, és azt mondja neki, kérdezett. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Az először is tapogatózás. Te hogyan vélekedsz, neked mi a véleményed erről a dologról? És már benne van egy olyan indirekt hazugság, amivel azt állítja be rossznak, akitől az ember jót kapott. Azaz, csak ugyanazt mondta Isten, ilyen gonosz volt, nem így, nem mondja hozzá, hogy ennyire irigy, hogy nem mehetsz egy fáról, se berakott ide téged, és semmi, se, nem. Elkezdte tapogatni, hogy az ember mennyire vevő arra, hogy elhiggye, elfogadja azt, hogy az Isten, akitől minden jó ajándék származik, aki miatt egyáltalán él,
aki berakta őt egy full extrás helyre, amit úgy hívunk, hogy édenkertje. Érted? És ott lehetett, és élvezhette Isten áldásait, jelenlétét naponként, hiszen le van írva, hogy szokott találkozni Isten az Ádámmal, Évával, hogy rendszeresen találkozhatott Istennel. És ezt a szent jelenlétét Istennek és az áldásait elkezdte beállítani úgy, hogy ez nem is olyan jó. Ugyanez volt a Jobbnál is. Azt mondta Jobbról, hogy Jobb nem is olyan jó, mint hogy Isten állítja. Ő csak azért jó, mert érdeke fűződik hozzá. És gyakorlatilag elkezdte Jobbról, elkezdte a jót rossznak mondani, csak olyan árnyaltan és finoman, és kérdésekkel. De biztos, hogy téged nem átkozna meg a Jobb, hogyha elvenni tőle az áldásokat? Ott is kérdezett. Nagyon érdekes. Lehet a kérdésekkel állításokat tenni. És ez az igézés varázslás egyik technikája. Úgy kérdez, hogy már benne van a métej, az a fajta indulat, hogy nem is olyan jó az a gyülekezet. Nem is olyan jó faj ez a pásztor. Nem is olyan, biztos, hogy nem érdeke fűződik hozzá? Nem azért csinálja csak, mert biznisz, szekta, stb. Hát elismerjük ezt, ez nagyon régi sztori, hát ez amikor megtértem, már szakállas volt, hát, és ez mindig is így működött. Tényleg? És nem csak azért, mert érdeke fűződik hozzá. Te tényleg elveszik a pénzeteket a hídgyülekezetében? Hányszor hallottam ezt a kérdést? Abszolút. Szinte szó szerint. És te tényleg be kell fizetned a fizetésednek a 10%-át? Ilyen kérdésekkel. Szóval benne van, így indul a varázslás, hogy azért mondja, hogy bárcsak eltűrnétek tőlem, egy kis valóságot értem az eltűrésbe, hogy bátran vállalnátok engem. Szóval ilyenkor van az, hogy az ember tud-e bátran kiállni az igazság mellett, vagy nem. Na, szóval lényeg az, hogy az első, tapogatózni. Kérdésekkel vigyázzunk. Tapogatózás, kérdések, nézni, hogy vajon mennyire vevő rá. Hát én mai napig emlékszem, amikor a 98-ban, hogy tapogattak, mármint nem effektíve, hanem beszéddel, XY, nem akarom mondani a nevét, mert minek mondjam. És akkor így néztem, hogy most ez most micsoda, hogy annakat mondott, aztán mondtam, hogy ne beszélj már így. De mert hogy és egyre keményebben, egyre kajakabbra kezdte mondani a rágalmait a gyülekezetre, és kimondottam. Tehát a rágalom kérdésben van becsomagolva. Így van. Csak ugyanolyan rossz, hogy nem enged téged egyetlen gyümölcs ehetsz. És akkor elmondta, hogy nem, hát ehetünk mindegyikről, csak egyről nem ehetünk. És akkor a következő, amit ahogy a varázslás történik, tetten lehet érni, és akkor mondja neki, hogy nem ehetünk, és mondja a kígyó az asszonynak, ugye mondta az asszony, hogy nem ehetünk egyről, mert akkor meghalunk. Erre mondja a kígyó, de hogy haltok meg, nem haltok meg. Nehogy elhidd. Itt már direkt beszélve. Nehogy elhidd, hogy meg fogsz halni. Nehogy elfogadd az Isten igéjét. Nem is úgy kell azt értelmezni. Azaz elkezdi az Istennek a kijelentett igazságait szemben állításokat megfogalmazni, hogy ez nem is úgy van. Meghazudtolni, amit mondtál az igézés kifejezéssel kapcsolatban. Igen. Szóval egyszerűen elkezd, nem is igaz, nem is fogsz meghalni. Sőt, és akkor elkezdi mondani utána, nagyon érdekes, azt mondja, hogy ha nem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyílnak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak a tudói. Azaz egy exkluzív ismeretet ajánlott be a Évának. Hogy igazából Isten tőled olyan ismereteket fedez el, olyan dolgok vannak a gyülibe, te ezt nem is tudhatod. De én tudom. És képzeld el, hogy ilyen exkluzív, benfentes információkra utal, ami, te azt tudhatnád, azt tudnád, hogyha nem vennéd olyan komolyan Istennek a beszédét. Hogyha elhinnéd, hogy ez nem is úgy van, akkor megértenéd, hogy nem is, hogy igazából olyanokat tudnám meg. Tudod, én ott voltam, én tudom, hogy mi van ott. Ilyen beszélek. Egy olyan ismeretet akar ígérbe, ami, ahogy te azt akkor fogod tudni a tutit. Ez sokszor egyébként lufi. Én azt látom, mert ha sikerül valakiből kiszedni, hogy akkor mit tud, akkor mondj el, és akkor mond egy olyat, hogy
hogy most akkor mi blőd, van? Blőd, hát ezért... persze. Saját szüleimmel volt ez annak idején 98-ban, amikor ugye megjelent ez a szörnyűséges színű könyv, és akkor sajnos az egyik közeli rokonom is bebarnult tőle, és akkor a szüleimet is elkezdte bombázni vele, és akkor mondtam az anyámnak is, hogy hát ne haragudj már, de miért nem engem kérdezel meg, hogy mi van a gyülekezetben? Hát én ott vagyok naponként, rendes viszony, jó viszonyban vagyok a vezető lelkésszel is, a szolgálatban ott vagyok, a feleségével, ismerem őket személyesen. Miért nem engem kérdezel meg, hogy mi van ott? Én ezt szívesen elmondtam neked, ha érdekel, hogy milyen a gyülekezet. Olvastad. De miért olyan embertől akarod ezt hallani, aki azt állítja, hogy ismeri, de közben már nem jár oda. Igen, nem jár oda, és hát gyűlöli, hát mondanám, nem veszed észre, hogy ellen érdekel? Nem veszed észre, hogy valami olyasmi van mögötte? Hát engem kérdezzél meg, hogy mi van. Aztán abba hagyták a barnulást, hál' Istennek, de és most már ellenkezőt mondják, azt mondják, hogy örülnek, hogy a gyülekezet van, és nagyon nagyra tartják, de az a helyzet, hogy a varázslás őket is elkezdte, beléjük jött egy métej, egy kérdés, hogy vajon ez most tényleg jó, és hogy tényleg milyen ember, tényleg rossz, nem rossz ember, meg nem olyan ember a vezető lelkész, és egyszerűen magyarázni kell, hogy hát kérdezd meg engem, mert én elmondom, hát ismerem. Szóval egy olyan exkluzív ismeretet akar, hogy ő tudja, ő onnan jött, ő elmondja majd, hogy mit tud, és ilyen koholt fél igazságok, negyed igazság, ugye jobban működik a hazugság, hogyha van benne egy kis igazság is, tudod, és akkor ez, de egy teljesen normális dolgot, hogy valaki adakozik, ezt be lehet állítani úgy, hogy elvették a pénzét. Azaz itt csak hangsúly kérdése, hogy hogyan állítjuk be, egy szent eseményt lehet úgy beállítani hangsúlyokkal, hogy az ellenkezőjét jelentse. Van erre egy klasszikus zsidó vicc, hogy a Kohn meg a Grün összevesznek, és olyan balhé lesz belőle, hogy a rabbinak be kell avatkozni. És azt mondja a Kohnnak, hogy ha jövő héten nem kérsz bocsánatot a Grüntől, akkor nem jöhetsz többet a zsinagógába. És ha jövő héten eljössz a zsinagógába szombaton, és ki kell állni, és azt kell mondanod, hogy bocsánatot kérek, és a Grün egy rendes ember. És akkor kiáll, vakarja a fejét szegény Kohn, mit csináljon, hát hogy oldja meg ezt a kérdést, és kiáll következő héten, és azt mondja, hát bocsánatot kérek, a Grün egy rendes ember? Szóval egyszerűen csak a hangsúlyjal már lehet olyat mondani, ami az ellenkezőjét jelenti. A Grün egy rendes ember, hát bocsánatot kérek, és már is az ellenkezőjét jelenti, és azért emögött igézés van, rágalmazás van, szidalmazás van, és a lényege micsoda, hogy az embert elválassza attól, akitől az áldást nyerte. Akitől jót kapott, azt rossznak állítsa be. És azt mondja, hogy olyan exkluzív információm van, amit te nem tudsz, de ha hallgatsz rám, akkor megtudod. És itt van, tessék, evett, neki kedves volt a tudásért, a vágyat fölgeresztette benne, adott a férjének is, és nézzük meg, hogy mi lett az eredménye, milyen következménye lett neki. Megnyíltak a szemeik, és meglátták, hogy meztelenek. Azaz elkezdték látni egymást a maguk testi mi voltában. És ugye, hogyha én az egyházba úgy megyek, hogy embereknek a testi természetét akarom látni, és azt látom, akkor engem sem fog vonzani az egyház, mert az egyház nem attól vonzó, mert egymásnak... Tökéletes emberek vannak. Igen, mert a testi természetüket látom, hanem azért vonzó, mert az Isten az embereket az ő jelenlétével, kenetével, szeretetével, Szent Szellemmel, Jézus vérével befedezi. És a közösségbe, a közösséget Isten a názareti Jézus vérén keresztül szemléli, hogy a Bálámmal is mondja, nem láttam hibát Izraelben. Hát hogyha nem látott? Hát most hogyha nem látott? Azért nem látott, mert az áldozati vér, a názareti Jézus vérét megelőlegező mindennapi áldozat, az a folyamatos napi áldozatok mentek, és ez eltakarta Izrael fiainak a vétkeit, bűneit. Állandóan működött a vér áldozat az életükben. Ezért nem láttam bűnt Izraelben, nem láttam hibát Jákobban, és közben pedig, hát hogyha megnézzük, hát tele voltak hibával. Hát nem is akármilyenek. És a másik az, hogy kívülről, meg eleve nem, Isten nem akarta engedni, hogy kívülről egy olyan ember nyúljon be az életükbe, aki gyűlöli őket, mert senkinek nincsen joga Isten népéhez nyúlni, csak annak, aki szereti.
Én ezt, nekem egy alapelv az életemben. Nem engedem senkinek, hogy nyúlkáljon az életembe, vájkáljon. Ha valaki szeret, és is illetékes eljárni az ügyemben, ám legyen, természetesen akkor örömmel veszem, hogyha az életemben változásokat akar eszközölni, ha olyan ember, hogy illetékes eljárni, egy-kettő pedig nem illetéktelen, nem egy behatoló, egy fogaratlan prókátor, mondom, nem engedem meg, el a kezekkel. Igen, az életemtől. De ugyanígy vagy a családoddal, a szeretteiddel is, tehát pontosan. Ez nem csak az egyhez. Ez nyugodjon a gyerekemhez, vagy unokáimat, ha el a kezekkel, majd aki illetékes abba eljárni, annak igen. De az is csak akkor, hogyha szeretettel csinálja. Mert ha nincs mögötte szeretet, akkor illegálisra válik a szolgálat. Hát én Mózes engedte Isten, hogy tovább szolgáljon, amikor dühös lett. És benne volt a düh, és elkezdte csapkodni a kősziklát a bottal, ezt nem engedi meg Isten senkinek. Szóval ezért a kívülről nem lehet. Ő Isten rendezte belül a dolgokat. Ő az nyugi a családban, meg lehet ezt csinálni. Ott van a helye a szolgálati ajándékoknak illetékesség alapján, hogy ki hogyan, milyen módon rendezi Isten a dolgokat, és hogyan hozza létre, hogy az emberek tényleg megszentelődjenek. De kívülről, különösen, ha valaki gyűlöl, én nem vagyok kíváncsi arra, hogy milyen vagyok egy gyűlölőnek a szájából. Aki szeret, az elmondhatja, milyen vagyok, de az is csak, ha illetékes. Ha nem, akkor meg nem nagyon érdekel, hogy mit mond, mert nem. Viszont az érdekel, hogyha az Isten egy felkent szolgáján keresztül, aki ismétlem illetékes eljárni az életemben, van hozzá jogosultsága, hogy az elmondja, tükröt állítson elém. Az igen, az rendben van. De a varázsló nem ezt csinálja. A varázsló az kívülről, az igéző, az sanda szándékból akarja megmutatni nekem a valóságot. És egy keserű ember, mert sok esetben a varázslók, meg azok az igézők, keserű emberek. És a keserű emberről tudni kell, a Jakab levél azt mondja, ha keserű irítség van a szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben, igazságot ne. Azaz az eredetiben úgy van, hogy az igazság a valóság szó szerepel az aleteja, hogy egy keserű ember az a valóságról hazudozik. Gyakorlatilag a valóságot hazug színben tünteti föl. Úgyhogy Zsima mágusról is kiderült, hogy keserű volt. Igen, igen. Hát ő az a keserűségnek a gyökere benne volt, hogy keserűségnek a és álnokságnak és keserűségnek benne leledzett, ez a kötelék volt az életében. Úgyhogy ez a keserű embereknek a beszéde az, ha az ember ezt beveszi, és hát a sátán keserű volt, hogy ne lett volna keserű. Egy nagy lázadó volt, megirigyelte a Krisztusnak a dicsőségét, és kivettetett ezért keserű, és gyűlölő, ő a gyűlölő. És ő beszélt Istenről Évának. És Éva elhitte, benyalta az üzenetet, és az eredménye micsoda? Elkezdte a maga mesztelenségében látni a másikat. Az az eredménye nem pozitív volt, hanem negatív volt. És az ilyen emberek, ha benyalják az ilyen igéző, varázsló beszédeket, elkezdik a gyülekezetnek a hibáit látni. És az hiba van. És le lehet szedni az emberekről úgymond az keresztvizet, és lehet róluk állítani. Ez ilyen mérgeskedő, az meg amolyan, a harmadik meg tudom milyen, mindenki valamilyen, de az Istennek a jelenlét ezt elfedi. A dicsőség ezt nem mut, a dicsőség befedezte őket, ott volt rajtuk Isten jelenléte, ruhagyanánt, egyszerűen nem voltak, mert nem látták a másiknak a rúdságát. Na, ez első szindróma, hogy az ember először boldogtalan lesz, nem biztosabb, hogy jó helyen van. A második az, hogy elkezdi látni a másiknak a rúdságát. És ez egyébként ez lehet, hogy nem is valóságos rúdság, mert azért sok mindent be lehet úgy állítani, egy tök jó dolgot be lehet úgy állítani, hogy az egy nem jó dolog. Persze, neked... És hát vannak hibáink is, amire meg rávilágít az ellenség. Még a legkülönbek is megtántorodnak. Hát ez nem kérdés, hát még mi. Most egyszerűen nem elvárni valakit, hogy tökéletes és hibátlanul éljen, hát ez enyhén szólva kegyetlenség. Hát Isten sem várja ezt így tőlünk el. A tökéletességet nem úgy várja el tőlünk, hogy és ne legyen hiba bennünk, hanem úgy, hogy bízunk ő benne, és Jézusnak a vére az tökéletesít bennünket, meg az Istennek az igéje, és ez egy folyamat az ember életében, azt remélem eljutunk majd mi is. Hát ugye azt mondja Pál, hogy én, atyám fia, nem gondolom magam, hogy elértem volna már a tökéletességet, hanem igyekszem.
azt mondja, ami hátam mögött van, elfelejtem, igen, ami hátam mögött elfelejtem, ami előttem a célegyes neki dőlök, igyekszem az elhívás, Krisztusról való elhívás jutalmára, valaki tökéletes akar lenni, ilyenféleképpen, ilyen módon legyen tökéletes. Úgyhogy ezért ez volt a boldogság elveszítése, már az ember nem érzi magát a közösségben, a második az, hogy elkezdi látni a másiknak a rúdságát, mezítelenségét, elkezdi a hibákat látni a gyülekezetben. Én nem tudom, hogy miért jó ez. Én amikor megtértem a 89-ben, nem gondolom, hogy a gyülekezet az sokkal jobb állapotban lett volna, mint most, vagy nem hiszem. Szerintem ugyanúgy voltak benne tökéletlenségek, mint ahogy most is vannak, de mégis az Isten szent jelenléte volt a számomra a lényeges benne. Az, hogy ott van közöttünk az Úr. Az Istennek a jelenléte megragadott, és egyszerűen Istennek a jelenlétében én az embereket szépnek láttam, szentnek láttam, Isten szolgájának láttam, mert azok is. És ami meg pedig nem tökéletes bennük, azt mondom, az Isten fogja tökéletesíteni természetesen, de semmiféleképpen nem a hibákat számlálni. Mentem a gyülekezetbe, és most sem azért megyek, hogy a hibákat számláljam, hogy ez a rossz, meg az a rossz. A következő, amit itt mond róluk, ami az eredménye a varázslásnak, igézésnek, elkezdték magukat ugye körülkötni ilyen fügefa levelekkel, ugye az azt jelenti, hogy az ember nem a dicsőség, hanem mindenféle ilyen fügefa levelekkel kimutatásra próbálja elfedni a baját. Az én szeretlek téged, de... És lehet látni, hogy az ember, hát hogyha szeretne, akkor nem így beszélne. Ő szereti a gyülekezetet, ő becsüli az XY-t, de azért. Ez a fügefa levél. Uh-huh. Hát nem mondja, hogy szeret, ha nem szeret. Nem mondja, hogy ennyire becsül, meg úgy becsüli a munkámat, hogyha közben pedig mindenféle tücsköd, békát, rosszat állít rólam, ha nem is, sokszor nem is direktbe, de hogy indirekt módon mégiscsak sikerül be az embereknek a bizalmát irányomba aláásni. És nincs olyan nap alatt, ezt senki nem ússza meg, hogy ilyen emberek lesznek, akik ezt csinálják, emögött gonosz szellem, a maga a sátán van. A rágalmazó, ugye a sátán azt jelenti, hogy rágalmazó. Rágalmazó. És utána mondja, hogy meghallották az Úristen szavát, aki hűs alkonyatkal kertben járt, és elrejtőzik az ember és az ő feleség az Úristen elől a kertfáik között, mert Isten szólított őket, hol vagy Ádám, azaz hívta őket, Isten hívta őket, azért ez nagyon jó, szerintem most is hívja az Úr az embereket, menjenek gyülekezetbe, hallgassák az igét, legyenek közösségbe, és mit csinálnak az ilyen emberek? Elkezdenek az Istentől elidegenedni, egyéni szinten és közösségi szinten is. A varázslás eredménye, igézés eredménye az emberek elkezdenek nem járni gyülekezetbe. Mert hallotta, hogy nem is úgy van, nem is olyan jó az a gyülekezet, nem is úgy van az a dolog, amit mondtak, ott az oltás kérdés azért ebben nem kellett úgy belemenni, hogy a politika, és akkor mondják ezeket a szövegeket, és az eredmény micsoda, elkezd nem járni gyülibe, vagy csak ritkábban jön, hogy azért ki legyen pipálva, de egyszer-egyszer, de már nem vágyik Isten jelenlétére, nem vágyik a közösségre a szentekkel, a gyülekezettel, nem nincs benne az édes bizalom, mert akit szeret az ember, az oda megy. Akit szeret az ember, az oda közelébe megy. Most nyilván az ember, hogyha a felesége, ha szeretem a feleséget, akkor oda megyek közel hozzá, oda bújok hozzá. Ha egy barátomat szeretem, akkor felhívom telefonon, és beszélgetek vele. Így van. Közösség. Így van. Ha valakit szeretek, az a szeretek együtt lenni. Ha szeretem a gyülekezetet, akkor nem távolról szeretem. Hát én szeretlek téged, Józsi, de... Hát az a de, az ott van a kutya elásva. Nyilván én nem vágyok arra, hogy engem most mindenki szeressen, meg nem vágyok arra, hogy mindenki hozzám bújjon, távol legyen. Ez most érted, nem erről beszélek. De azért, amit le van írva, hogy elbújtak Isten elől, egyszerűen megromlik a szemlélete, megromlik a látása Isten munkájáról, Isten népéről, és ezért inkább nem megy oda, mert nem tudja jó szívvel, jó szemmel nézni azt, ami ott zajlik. És mi az eredménye? Bejön a félelem is. És a félelem az a hitnek az ellentéte. Gyógymód. Mi a gyógymód? Hát, hogy lehet ebből kijönni? Majd mindjárt, még van még? Még tovább érdemes még megnézni a következőt. Mi lesz az eredménye még az ígézés varázslásnak a szindrómája? Hát ugye a következő az, hogy ugye mondja hogy féltem, és akkor mondja, egyből lebuktak, ki mondta neked, hogy mesztelen vagy,
Ki mondta neked azt, hogy nem jó a gyülekezet? Ki mondta azt, hogy testiek az emberek? Ki mondta ezt neked így? És akkor csak nem ettél arról a fára, amit mondtam. És akkor a következő micsoda? Az, hogy mondja az Ádám Istennek, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról, ennem. Azaz, egyből bejött a vádlás. Először vagy a hibás. Isten irányába, miért adtál nekem ilyen nőt? Ez egyik. Az asszony, akit nekem adtál, az adott nekem, és a nőt is vádolta, hogy ő az oka neki. Azaz az igézés varázslás eredménye egymásnak a vádlása. Vádlás. Ez rossz, azért rossz. Istent is vádolja indirekt módon, nem direktbe, de azért indirekt módon. Hát ahogy annak idején a Márta próbálta Jézust rávenni arra, hogy a Mária is mosogasson. Miért nem szólsz neki, Uram? Nem szólsz rá, hogy most már jön segítsen nekem? És akkor Jézus nem ment bele ebbe a játékba, mondta Márta szorgalmas vagy, sokra gyekszel, az megdicsérte. De a Mária jobb részt választotta. Ott is igazából Jézust vádolta, a Máriára haragudott, és Jézust vádolta. Döbbenetes. De Jézus ezt helyre rakta. És akkor utána az asszony megmondta, a kígyó azt tart meg engem, az ámította hát engem. A láncolat tovább. Mindenki hárított egyből. Hárított, és másra hárította rá a felelősséget. A kígyó nem tudta senki se hárítani, úgyhogy az már ott az rendben van, az ős gonosz ellenség. Úgyhogy a varázslás eredménye micsoda? Beígéri az exkluzív ismeretet, tudást, beígéri azt, hogy isteni leszel, mert mindent fogsz tudni, hogyha eszel arról a fáról, és ha beveszed az én beszédemet, és ezt elfogadod, akkor te igazából többet fogsz tudni a valóságról, mint egyébként. De az eredménye az, hogy az ember elkezdi látni az másik embert, a testi természetét, és lemegy a dicsőség az emberről, lemegy Isten jelenléte, a boldogság, Isten jelenlétének a boldogsága eltűnik, elkezd félni az ember Istentől, a közösségtől, és elkezd háttérbe vonulni, önkéntes számüzetésbe vonul. Majd jövök, most egyre úgy érzem, hogy nekem most nem kell jönnöm, majd valamikor fogok jönni, én szeretlek benneteket, méltányom vagy, de én most egy kicsit háttérbe vonulok. Hallottam már ilyet? Igen. Igen. Ez az igézés varázslásnak az eredménye. És az ürügy mi volt, mondjuk az oltás, vagy a politika. Például. És ez a kettő az, igen, ami... igen. Nem, meg voltak mások is, mindegy is. És így önkéntes számüzetésre vonul, szerencsétlen, és közben igazából mi történt? Elbújt a bokrok közé. Meghallgatott olyan beszédeket, amelyek megrontották a gondolkozás módját, és elvették a boldogságát, mert hova lett a ti boldogságotok? Hát emlékezzetek vissza, ha kellett volna, a szemeteket kiváltátok volna, ha a vesém nem lett volna jó, odaadtad volna a fél vesédet. Most meg nem akar, nem szeretsz? És ez a igéző beszédektől van, ez a csalás, amit a sátán hát az Évával és Ádámmal eljátszott, és ugye mi volt a baj, hogy az Ádám hallgatott Évára. És ugye ez tipikus, hogy aki az igézést beveszi, az is igézővé válik. Uh-huh. És erre mondja a Júdás levél, hogy ezek panaszolkodók, ezek zuggolódók, lesznek majd cinikusak, akik pszichaiak, akikben nincsen szellem, akik külön szakadnak, apostázia van. És az apostázia úgy kell gondolni, hogy egyből elszakad egy szempillanat, hanem így elkezd elsodródni, másfelé áll a szekérúdja. Tehát kívülről semmi nem látszik. Jár a gyülekezetbe. Hát járogat. Én találkoztam ilyen, igen, járogat, de már nem szereti úgy a Gyulit. Már nem úgy hallgatja az igét. De ha erről nem beszél, akkor te azt látod, hogy hát milyen szorgalmasan jár valaki. Már nem úgy hallgatja az igét. Már amikor vélemény mond, akkor már lehet látni, hogy van egy külön vélemény. Nem baj, ha van külön vélemény, hiszen a Filippi levél mondja is, hogy ha valaki másképp gondol, nem probléma, az Isten kijelenti nekünk azt. Csak amire eljutottunk, abban egy szabály szerint járjunk. Hogy a Krisztus evangéliumhoz méltóan politizáljunk. Ott az eredetiben pont az van, a politika szó szerepel, ott a Filippinél. Már egy idő után nem úgy nézi a közösséget, elmaradozik, már nem akar úgy szolgálni,
ritkábban jön, és lehet látni, hogy elvonja magát, és idő után ezek ugye külön szakadnak, apostaták lesznek, akikben nincsen szellem, ugye a Judás nevű úgy mondja, akikben nincsen szent szellem, de ott a szentnél van egy zárójel, és döldötve nincs ott az hogy szent, hanem az van, hogy akikben nincsen szellem. És ezt mondja, erről beszél a Biblia a példabeszédekben, hogy vannak szívhiányos, szellemhiányos emberek, aki nem azt jelenti, hogy nincsen szelleme, hanem hogy hiányzik belőle egy rész. Az a szellemi értelem, vagy mondjuk a lelkiismeret nem úgy működik már. Hiányos szívű, a paráznákról mondja. Aki így is ilyet csinál, egynek sincsen szíve, nincs neki szíve, szelleme. Azaz tönkre megy az embereknek a szelleme, szíve, és már nem, a szellem nem úgy működik bennük, hogy kéne, és ezekkel szemben mondja az ige, hogy ezzel szemben, atyám fiai, ti erősödjöttek meg a ti szentséges hitetekben, imádkozván szent a szellem által. És hát ajánl az Isten igéje sok mindent, mondjam, beszélek majd erről is, hogy ha van még rá időm, de alig van már idő. Már teljesen kifutottunk a műsoridőből, de kíváncsian hallgatunk, mert itt az a lényeg, hogy hogyan lehet ezt orvosolni. Hát ugye először is, hogyha az ember érzékeli, hogy ilyen rossz érzés jön a szívében létre, a boldogság elmegy, akkor vissza kell az embernek szaladnia Istennek a jelenlétébe. Az első szeretetben meg kell újulni. Uh-huh. Ugye van olyan, hogy valaki sokat szolgál, és elfárad. Ugye a Jelenések 2-ben beszél Jézus az egyik gyülekezetnek, hogy tudom a te dolgaidat, hogy sokat fáradtál, értem, és nem fáradtál, és stb. És mondja, hogy mindent jól csinál, de van egy panaszom, hogy az első szeretetet elhagytad. Azaz vissza kell térni ahhoz a szeretethez, amely az Istennek a jelenlétében van benne. Azaz betöltekezni Isten szellemével, de úgy mondja az Isten igéje, hogy az Istennek a szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Be kéne töltekezni Szent Lélekkel. De ez lehet, hogy előtte meg kell térni, és az újra az embernek letenni az életét, és a bizalmat helyreállítani az Isten munkája, Isten szolgái irányába. Ugye a Zsidó 13-ban mondja az ige, hogy engedelmeskedjetek előjáróitok eredetében, bízzatok, hagyjátok magatokat meggyőzni előjáróitoktól. Ez az eredeti szöveg. Hogy ne bánkodva végezzék a munkájukat, mert nektek nem használ. Sőt, imádkozzatok érettünk, mondja ott aki írta a levelet, Baszek Pál volt az. És azaz, hogyan lehet helyreállni? Vissza kell szerezni a boldogságot, az édes bizalmat. Ez az imakamrában vagy? Aha, igen, és meg kell térni ezekből, és az ilyen gondolatokat, varázslásokat, igézéseket, tehát nyilván szellemi harc is kell, intellektuális módon is föl kell dolgozni, észre is, és szíve szellemmel is fel kell dolgozni, szellemmel, hát szellemben agresszívnak lenni, és ezeket a beszédeket, amik elveszik az ember boldogságát, a bizalmát Isten munka irányába, ezeket az Úr Jézusnak a nevében kárhoztatni kell, ezeket a szövegeket. Mondja a Biblia, vannak emberek, akiknek olyan az beszéde, mint az éles olló. Az olló mire való? Elválasztani összetartozó dolgokat. Nem másról szól az ő beszéde, csak hogy szétvágja az összetartozó dolgokat. És engem ne vágjon senki széllyel, és Isten embereitől, Isten szolgáitól, gyülekezettől. Akkor itt lehet, hogy kapcsolatokat is kell vizsgálni. Egyértelmű, hogy kivel barátkozik, kinek a beszédét hallgatja meg. Hogyha azt hallom valakitől, hogy elkezd rosszakat mondani arról, akiről még ha lenne rossz vélemény, akkor sem vagyok rá kíváncsi, mert én nem úgy akarom nézni, nem mesztelen akarom látni. Én nem kukkolok, hanem én felöltözve akarom látni. Úgy akarom látni, hogy Isten is láthatja velem. És hogy valakiben mi a hiba, mi nem, azt majd Istennel el fogja intézni. Érted? Ha nem olyan ügyről van szó, nem olyan eseményről van szó. Én bízni akarok. Ha bizalmat elveszítem az Isten munkájába, Isten embere irányába, akkor mi marad? Hát a hit az igazából bizalom. Akkor mi marad? Ha nem tudok bízni, reménységgel nézni Isten munkára, akkor mi marad az életemben? Úgyhogy ezért az embernek vissza kell szerezni az édes bizalmat, azt, amiről majd a 133-as zsoltát kezdtük is, hogy milyen jó és milyen gyönyörűséges, mikor összegyűlhetnek az atyafiak. Hogy az ember, amikor összegyűlik a gyülekezettel, és összejön a gyülekezet, akár vidéken, akár Budapesten, akkor azt éljem át, hogy milyen fantasztikus áldás, hogy ebben részt vettek. Mekkora öröm nekem, hogy ennek a része lehetek, és itt lehetek közöttük. Megtiszteltetés, öröm és hála. És ezt az ember a szívében tudja visszaszerezni, imádkozni kell. Ha valakiért imádkozik, megszereti. Azt nem szereti a gyüleket, aki nem tesz bele semmit. Aki vízbe nem értéket. Nem érzi magáénak. Persze, aki vízbe le értéket,
imájával, effektív a szolgálatával, azt szeretni fogja, ha csak meg nem keseredik arra, mint Márta Máriára, aki szerintem nem olyan jó szolgál, vagy kevesebbet szolgál. Ez egy valós veszély, de hát Jézus ezt helyre tette. Úgyhogy ebben a harmónia, hogy mennyi az ember mennyit szolgál, és mennyit van Isten igével kapcsolatban, ebben van egy harmónia, és úgy kell szolgálni, hogy nem szabad az Istennel való közösség, Isten igének a rovására menjen a szolgálat, az effektív szolgálat. De most ez egy másik téma. Szóval ez visszaszerezni a boldogságot, el kell kezdeni jól beszélni. Jakab 3. Azt mondja, három hasonlatot mond a beszédről a Jakab, hogy olyan, mint a zabla, aminek a lényege, hogy lehet vele húzni, és azt mondja, hogy hő, állj! És lehet valami irányt adni, de alapvetően inkább a visszatartás a lényege, hogy közelítsünk, az ugye, ne kelljen rángatni a zablával a szánkat, mint a lónak, vagy mint az összvérnek, aki nem közelít hozzád. Az az első, hogy a beszéddel megállj parancsolni annak a beszédnek, ami nem épít, hanem pusztít, rombol, elválaszt. A második a hasonlat rá a hajó, ami milyen nagy hajó, és nagy szelektől van hajtva, és a kiskormány ugye ide-oda fordítja, és a nyelv a kormánylapát. Ugye ez azt jelenti, hogy az ember el kell kezdeni úgy beszélni, vagy tudatosan úgy beszélni, hogy Istennek a szelleme hajtsa, ne pedig ellenséges szellem. Tudatosan úgy beszélni, hogy jó szellem használja. Ezért mondja, hogy imádkozván, épülmeti szentséges hitetekben imádkozván a szellem által, a szent szellem által. Ez a vitorlázás. Az ember úgy beszél, igét val meg, hogy úgy imádkozik, hogy a szent szellem tudja dagasztani a vitorját. De ne a igézés varázslás szelleme, meg a panaszkodás, meg a cinikus dumák dagasszák az én vitorlámat, mert az is szellem. Igen. Vagy a harag, vagy a düh, vagy a keserűség. Ez is egy szél, csak az más irányban. Így van, úgyhogy ezért ez a második. A harmadik, a kicsintűz, a gyufa, kicsintűz, mindegy előtt feljut, az a harmadik pedig az, hogy az embernek a nyelve egy tűz, és a tűzet lehet használni jóra is, lehet miatt a sütni kenyeret, mert azaz a Szent Szellemnek a tűze is, a szeretetet föl lehet gerjeszteni, meg van benne pusztítás is, és ezért nagyon óvatosan kell az embernek a beszédével. Szóval jól beszélni a második. És a harmadik pedig az, hogy az irány, azt mondtam az iránybeállítást. És akkor mondanék még egy igét, hogy 1 Péter 1-et, ez egyik kedvenc igém. Úgyhogy ezt most megosztom veletek. Egyébként mindig van a kedvenc igéim, és mindig amíg a kedvenc igém, az a legkedvesebb. Aztán mindig változik mindig. Épp aktuális igékről van szó. Azt mondja, hogy a lelketeket, tehát tényleg lélekben pszichéteket, az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újjászülettetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból Isten igéje által, amely él és megmarad örökké. Azaz mit mond? Hogy a lelkünkkel lesz dolgunk, és a lelkünket az igazság iránt, Isten ügye iránt, Istennek a beszéde iránt való engedelmességre, és az atyafiú szeretetre, a Filadelfiára kell megtisztítani a Szent Szellem által. És ez hogyan lehet? Az ember tiszta szívből, teljes szívéből buzgón szereti a testvéreit. Itt a buzgó szónál az az eredeti szöveg, hogy kitartóan és elszántan szereti. Hogyan kell szeretni a gyülekezetet? Kitartóan és elszántan. Én a magam részéről elszántam magamat, és néha újra és újra elszánom magam arra, hogy én akkor is szeretni fogom a gyülekezet. Tehát, hogyha kicsi zöld ufók potyognak az égből, akkor is. Ha nem érdekel, én szeretni akarom Istennek a munkáját, Istennek a népét, kitartóan, ugye Jézus mondja, hogy szerette az övéit, mindvégig szerette őket, nem egy 10 éves szakasz volt az életében, a gyülibe járás, hanem ő mindvégig szerette őket, ezzel példát mutatott, és én ember akarok lenni, mindvégig elszántan szeretni, én rászántam magam arra, hogy én szeretni fogok. Nincs szeretet a gyülekezetben. Hát azért nincsen, mert nem visz be oda. Ha én bennem van szeretet,
bemegyek a Gyuribe, akkor már van szeretet a Gyuribe. Ha nincs szeretet a Gyuribe, az azt jelenti, hogy ő benne nincsen szeretet, mert ha lenne benne szeretet a Gyuri fele, akkor bizony már lenne benne szeretet. És egyébként, ami még kiderül ebből az igéből, hogy ez döntés kérdése, tehát nem az van, hogy érzem, hogy szeretem, akkor szeretem, ha meg nem érzem, akkor nem szeretem, hanem itt, ahogy mondtad is, hogy munka van a lelkünkkel így ezzel van. Kapcsolatban. Kitartóan, buzgón, elszántan, odaszántan. Én eldöntöttem, elhatároztam, hogy én szeretni fogok, mert Isten is szeret, és Krisztus is szeret bennünket, és ezt a fajta szeretetet én akarom érezni is, cselekedni is, és nem vagyok hajlandó olyan beszédeket hallgatni, ami ebből ki akar engem mozdítani egyébként. Én is hallottam ilyeneket, és hallok is ilyeneket időnként, de amikor ilyen van, akkor általában megszoktam az ilyen embereket kérni, hogy ezt ne csinálják, vagy ha van hatalmam, van kompetenciám az életében, hát eljárni, akkor meg is szoktam inteni az ilyen embereket, vagy buzdítani, ezt ne csinálják, ezt hagyják abba. És a magam részéről igyekszem a gyülekezeteket, hogy mondjam, csatarendbe állítani. Ugye mondja a másik ige van, a Tesszalonika levél, a 1 Tesszalonikában van leírva, hogy van egy ilyen jelenség, 1 Tesszalonika, mindjárt mondom hány, 5, 14, kérünk tovább a titeket, atyám fiai, incsétek a rendetleneket, eredetben a csatarendben nem állókat. Akik nem akarnak beállni, különválnak, egyénieskednek, bátorítsatok a félelmes szívűeket, félnek átadni az életüket Istennek, Isten munkájának. Hát figyeljetek, figyeljetek, mondom a hallgatóknak, igen. Hát ha valaki nem meri letenni az életét Isten munkájába, az nem fog hasznos emberré válni. Letett életekről van szó. És ezt tudom, hogy félelmetes. Én is féltem. Annyira féltem megtérésem előtt. 2,5 évig azért nem tértem meg, mert féltem, tudtam azt, hogy ha megtérek, az azt jelenti, hogy többet nem én vagyok a főnök. Tudtam. Nem tudom, hogy honnan tudtam, de belül a szívemben tudtam valahogy, az valahogy leesett, úgy hirdették az evangélium, hogy benne volt az információ. Ha megtérek, akkor attól fogva én nekem az életem fölött Isten fog diszponálni. És azon gondolkoztam, hogy akkor el fogja venni Isten a dácsiámat. Ez szakadt dácsiám. És akkor most milyen ez? És féltem megtérni, mert tudtam, hogy ha megtérek, azt jelenti, hogy többet már nem én diszponálok az életem fölött, hanem Isten fog diszponálni. Csak és akkor még nem tudtad, hogy ő egy jó atya, és nem sokkal tudtam, jobb lesz ettől. Így van, nem tudtam, hogy ez ezerszer jobb, mint hogy én magam diszponálok. Aztán amikor rájöttem, annyi csalódás, meg annyi baklövést csináltam, meg gonosz dolgot, hogy rájöttem, hogy akkor inkább diszponáljon Isten, mert nálam még biztos, hogy jobb lesz. Igen. És akkor döbbentem rá megtérésem után, hogy hát mekkora bolondság volt nem megtérni 2,5 évig, mert hát Istennek a uralma, hatalma az egy fantasztikus áldás. Amellett, hogy van benne. De korrekt voltál, nem voltál simli, nem mondtad azt, hogy hát megnézem, bemegyek, aztán. Nem, én nem így. Érdekes az emberben, milyen belső folyamatok zajlanak le. Kívülről biztos nem is látszott az emberen, de belül én már úgy értem meg, hogy teljesen kész volt bent, hogy akkor letettem. Uh-huh. Nem ismertem kimenni Budaörsre, nem mentem ki 2,5 évig Budaörsre, mert tudtam, hogy egyszer kimegyek, én biztos megtérek. Tudtam, egyszer oda visznek engem, én ott nem tudok nem megtérni, mert Isten hívott. Tudtam, hogy van, azt is tudom, hogy van. Pedig az ellenkezőt mondtam, de belül más volt az információ. És aztán ugye kicsalt a Ruf Tibi, hogy megyek valahova, nem kísérsz el? Hát mondom, dehogy nem. Lesz egy kis zene is. Mondom, annál jobb. És akkor elvitt, és kiderült, hogy Gyulibe megyünk. És akkor már nem, már ciki lett, azt mondja, hogy már, akkor, bocs, akkor nem megyek be. És akkor meg is tértem. Ahogy gondoltad is. Igen, jól tudtam, tudtad. És a szívem érezte, hogy hát én nem vagyok a magam, én is Istené vagyok igazából. És ez a letett élet, hogy az ember csatarendbe áll, és a csatában nem én parancsolok, hanem van félelmetes is. Van tábornok, a seregeknek a fővezére, a názareti Jézus, és vannak ezredesek, századosok, ötvenedesek, tizedesek, akik, hogyha én be vagyok osztva, akkor ott... Akkor... A legvégén vagy. Igen, és akkor az ember beáll a sorba, és megyek együtt velük, és nem maradok le, mert akkor a testvéremre fogok lövöldözni.
Mondjuk ez a hadsereg olyan szempontból szerintem szerencsésebb, mint a természetes hadsereg, hogy ugye van a Szent Szellem, aki a szívünket össze tudja forrasztani úgy, hogy nem kényszerből engedelmeskedek, hanem a szívemből tudok engedelmeskedni. Így van, persze, meg hát ez a bajtársiasság, testvériség, ami van, ez egy fantasztikus dolog az a Krisztusban, ha nem rontja meg a sátán az embernek a szívét. Mert akkor lemarad valaki, akkor elkezd lövöldözni, még a végén baráti tűz lesz belőle, és a másikat lövi hátba. Vagy ha valaki előre szalad, az is veszélyes. Az azért együtt kell mennünk. Ez az Isten együtt vezet bennünket. Van tempó, van irány, van ritmus, amit az ember fel tud venni. Ezért kell járni Isten tiszteletre is, mert ott az ember hallja az Isten igéjét, és az Isten igéje, hogyha az ember hallja a rémát, a kijelentést, akkor tud együtt mozogni, együtt működni. Együtt menni, tudunk együtt menni. Ha nincs mennyei látás, megvadul a nép, és mindenki megy a maga útjára, ki az ő útjára tér. De ha van ige, az bennünket be tud állítani a rendbe, és tudunk menni együtt. És egy előz ezret, kettő tízezret. Ha nem egymással vagyunk elfoglalva, és nem egymás mesztelenségét nézegetjük, hanem inkább, ha valaki mezítelennek tűnik, felöltöztetjük, mert a szeretet az sok vétket elfedez. És a szeretet az olyan, hogy nem látja az emberben a rútságot, hanem ha valakit szeretsz, akkor azt nem rútnak látod, hanem szépnek látod, még ha nem is olyan szép akkor is. Nagyon érdekes, ez egy relatív dolog, a szépség. Hát hogy beszél, milyen rajongással beszél a Bálám Isten népéről, Izraelről, pedig tudjuk, hogy tele voltak bajjal, problémával, pusztában, felsorolni is nehéz, mennyi marhaságot csináltak, és mégis azt mondja, hogy milyen szépek a te sátraid, bővíz ömledezik. Ilyen költői képek, Petőfi Sándor elbújhat a Bálám mellett. Olyan költői képekben ilyen szerelmi himnuszt énekel az Isten igényén keresztül, Isten miért? Ne szerette őket. És nem a hibákat nézte, nem a bajokat nézte. És azt gondolom, ez az egészséges hozzáállás Isten munkája, az nem baj, hogy azt mondják, hogy én naív vagyok, meg Idealista vagyok, hát de inkább legyek naiv és idealista, de egyébként nem vagyok az, mert azt gondolom, hogy az Isten szelleme, a józanság szelleme is. Nem vagyok naiv, különösen egy pár évtized eltelik, az ember nem lesz naiv, de nem akarom elveszíteni a szeretetet és a hitet és a reménységet Isten munkájában, és nem is fogom, mert az Istennek a jelenléte újra és újra megújítja a szeretetet. A szeretet megújul, a szeretet sose fogy el. A szeretet buzgó, mint a tűz, erősebb a halálnál. A szeretet az Istennek a jelenléte, és az azt jelenti, hogy ha szeretem az Istent, akkor szeretem azt is, aki attól született. Mert ha nem szeretem az Istent, ha nem szeretem az, aki az Istentől született, akkor Istent sem szeretem. József és testvérei. A Józsefnek Isten csinált egy cifraruhát, mármint az atya. Az atya. Az atya. A fiúk elkezdték gyűlölni ezért, irigyelni és gyűlölni Józsefet. De igazából őknek nem a Józseffel volt bajuk, hanem Félek. Az atyával. Mert nem a József csinálta magának a ruhát, hanem az atya csinálta neki a ruhát. És igazából ők az atyukat utálták. Ez az igazság. Csak a Józsefen verték el a port. És látjuk, hogy tényleg az atyát utálták, hiszen amikor elhitették az apjukkal, hogy József meghalt, 22 évig elnézték, hogy az apjuk tartós depresszióban, gyászban él. Kit utáltak ezek? Kit gyűlöltek? Az apjukat. Így kell megérteni. Aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Aki nem szereti a testvérét, a szülőt se szereti. Ezért én a gyülekezetet, Istennek a munkáját tartósan, kitartóan, elszántan, buzgón kell szeretni. És ebben követünk téged, Józsi, hát bízom benne a hallgatókkal együtt. Tudom. Nagyon köszönjük ezt a... Szívesen. Senki ne hallgasson olyan beszédeket, fonák beszédeket, ami a bizalmat, a boldogságot aláássa, és Isten munkásait, akikettől az áldást vettük, életet vettünk, igéket vettünk, kijelentéseket vettünk, beletje, hogy nem is jó az, nem is olyan jó, először csak az, hogy hát nem biztos, hogy olyan, nem szabad elfogadni ezeket a mondatokat, hanem le kell állítani, és mi lehetett életű emberek vagyunk. Erre csak ámen tudok Amen. Mondani. Bocsánat, köszönjük szépen. Okay. És ezennel véget ért a mai Középpont adása a hitköznapokkal. A mai adást Tudlik Henriett szerkesztette, itt a technikai segítségem Kovács Gergely volt a stúdióban, programigazgató Szobota Zoltán, felelős szerkesztő Csékirály Tamás, én magam Tamás Csilla búcsúzunk a hallgatóktól, de maradjatok velünk továbbra is, most klassz zenék lesznek ezután a műsor után, de további nagyszerű műsorokkal várunk benneteket.